Sziasztok! A mai alkalommal néhány nyaralós tapasztalatomat osztom meg veletek továbbra is Törökországból. Tartsatok velem! Ha kimegy egy család a strandra, mit keres először? Széket, de nem ülnek rá, oda fognak pakolni, de nem mennek ám be az öltözőbe. Ott a strand közepén törölközőbe csavarva veszik át a fürdőruhát, és jön a fél lábon egyensúlyozás. Miután mindenki átöltözött, a teljes cuccot leterítik az úgynevezett védelmi törölközővel, hogy biztosan lehessen tudni, hogy 10 percig a kutya sem fog ránézni, mert az egész család a vízben van. Sok helyen találunk a borravalónak kirakott doboz tipboxot. Élelmes magyar turisták egy papírra leírták javaslataikat, tippjeiket a szálloda vezetése számára. Hú, azt hittem, hogy ez a legalja, de nem, mert egy orosz turista ezen is túltett, nem igazán értette a svéd asztal lényegét, egyszerűen odahúzott egy széket és elkezdett falatozni a nagy távol. Ha elmegyünk vásárolni egy bazárba, ott mindenképpen alkudni kell. Előnyös lehet azonban elmondani azt, hogy magyarok vagyunk, és a nevünk Attila, ugyanis a törökök valami monda alapján azt hiszik, hogy az Attila egy török nemzetiségű valaki volt. A hölgyek hogyan mennek be a tengerbe? Bokáig még oké, aztán amikor a hideg víz eléri a vízszintjelzőt, akkor ha megfigyeled, akkor lépésenként növekszik a testmagasságuk. A férfiak ugyanezt egy "ezt figyeld, babám!" felkiáltással teszik, és egy mozdulattal fejest ugranak a fél méteres vízbe, majd hosszan megmagyarázzák, hogy nem is fáj az igazán. És a legfontosabbat majdnem elfelejtettem, a mostani utazás során derült ki, hogy rendkívül jól tudok utánozni állathangokat. Mutatom már is, egészen konkrétan a hármat, először jön a fóka, aztán jön a sirály, és utána pedig a delfin. Nagyjából ennyi volt a törökországi nyaralás, én idén már másodszor voltam Törökországba, mármint nem idén voltam kétszer, hanem már voltam tavaly is, és ebből adódik, hogy most idén másodszorra vagyok, de nem nagyon tudott csalódást okozni, úgyhogy én nagyon-nagyon imádom, hogyha valamilyen best of tippet kellene mondani, akkor én a gőzleme nevű ételt mondanám, amit mindenképpen érdemes kipróbálni. Ez egy ilyen nagyon vékony tésztás, sós vagy édes töltelékkel töltött valami. Én még Magyarországon ilyet nem próbáltam és nem is láttam. Ha itt jártok, akkor mindenképpen érdemes szerintem kipróbálni, kérdezzetek rá, legyetek jók, sziasztok! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Véleményed vagy kérdésed írd meg kommentben. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és kövess YouTube-on, Facebookon és Instagramon is. Kér értesítést az új videókról a leírásban lévő linkre kattintva.